Nagybacon, erdővidék jelentős nagyközsége, a Bacon-patak két partján fekszik. 1876-ban Telekdi Bacon és Sepsi Bacon egyesülésével jött létre. Idegenforgalmi látványossága a református templom, mely 1141-ben épült, többször átépítették és bővítették, így nyerte el a mai formáját. A papilakkal szemben található a Kós Károly tervezte református kultúrház szép épülete. A község neves szülöttje, Nagybaconi Nagy Vilmos vezérezredes, később Magyarország honvédelmi minisztere, aki kiérdemelte a leghumánusabb magyar honvédelmi miniszter megnevezést. A II. Világháború alatt tiltakozott a hadseregen belüli antiszemitizmus és a zsidó munkaszolgálatosokkal történő embertelen bánásmód miatt. A falu másik neves szülötte, Konsza Samu, tanár, néprajzi gyűjtő, diákjaival évtizedeken át gyűjtötte a háromszéki magyar népköltészetet. A községben állandó néprajzi kiállítás látogatható. Nagybacon híres a hagyományos mesterségéről, a cserép és téglavetésről. Ma is több vállalkozás működik, amelyek a hagyományos módon állítják elő a cserepet és a téglát. Kisbacon, erdővidék egyik legkisebb települése. Itt született Benedek Elek, majd a budapesti tartózkodása után újból ide tért vissza, és az erdélyi irodalom apostolaként dolgozott itt haláláig. Az általa épített Marilakot emlékházzá avatták, a magyar nyelvterület számos helyéről zarándokolnak el ide, fejet hajtani a nagy előd emléke előtt. Benedek Elek meseíró, szépíró, ifjúságíró, újságíró, tankönyvíró, szerkesztő, jelentős irodalomszervező, kritikus. Az erdélyi irodalom kiemelkedő alakja, népéért dolgozni akaró ember. Kisbacon nagyszülöttét meséi tették halhatatlanná. A nagy előd emlékét méltó nápolja a kicsi falu. Igazi mesefaluvá vált Elekapó szülőhelye. Állandó kiállítás látogatható a régi papilakon, ahol Benedek Elek mesefigurái elevenednek meg. Mint az én jó szülőföldem, nincs e földön, nincs sehol. Évente képzőművészeti alkotótábort tartanak, ahol fokozott figyelmet szentelnek Elek apó mesevilágának a megjelenítésére. Ugyanakkor kézműves tevékenységekkel tarkított, mesebarangoláson vehetnek részt a Kisbacomba látogató gyerekek. Mint az én jó szülőföldem, nincs e földön, nincs sehol. Magyar Hermány a Dél-Hargita lábánál fekszik. Református templomának bejáratánál két faragott festett kopjafa hirdeti, hogy bízom a magyar ifjúságban, valamint a haza minden előtt. 1943-ban állították a hősök emlékére a székely határőrök.
Iskolája a falu neves szülöttének Máté Jánosnak a nevét viseli. Máté János falutudós, kiemelkedő munkája a magyar Hermány kronológiája, mely egy egyedi és rendkívül értékes munka, nem ismert hozzá hasonló. Magyar Hermány határába található, az újjáépített bodvai vashámor az a páratlan ipartörténeti és magyar szabadságharcos emlék, ahol Gábor Áron az első két ágyúját öntötte. Szárazajta, Nagybacontól 7 kilométerre fekszik, a Baróti-hegység közé ékelődő völgyben. A falu központjában emlékoszlop áll, amelyet az 1944. szeptember 26-án a manyugárdisták által lemészárolt 13 ártatlan vértanú emlékére állított a falu közösség. Iskolája a falu neves szülöttjének, Ajtai Abod Mihálynak a nevét viseli. Ajtai Abod Mihály Árva Betlen Kata udvari papja, majd a nagyanyedi kollégium igazgató tanára volt. Kocsmáros nédesavanyú a kóra. A Nagymurgóhegy lábánál, az Uzonkapatak völgyében terül el erdővidék kis fürdőtelepe Uzonka fürdő. Borvízforrásokban gazdag vidék ez. A 19. században már fával bélelt fürdők szolgálták a gyógyulást és a felüdülést. Védett területe a tőzegláp, ahol több növényritkaság is fellelhető.